Átadták a Zöldváros program munkaterületét Szekszárdon, így napokon belül elkezdődnek a fejlesztések a Tolnai vármegye székhelyen. A négy ütemből álló beruházás első állomása a Liszt-Ferenc tér lesz. Itt a burkolatok és a zöld felületek teljes egészében megújulnak majd. A kivitelező cég a lakók és az arra közlekedők türelmét kéri az építkezés ideje alatt. Megkezdjük az előkészületet a nagy mennyiségű és nagyfokú munkavégzéshez. Arra kell számítani, hogy le fogjuk zárni, körbe fogjuk kerülteni és le fogjuk határolni ezt a munkaterületet. Itt a átjárás csak célzottan lesz és időszakosan, de folyamatosan biztosított. Nagy gépek, illetőleg nagy teherautók fognak itt közlekedni, bontási munkákkal fogunk kezdeni, ami viszonylag zajos, porosabb, ebben kérnénk a türelmet és a tűrést a környékben tartózkodóktól. A mintegy 870 millió forintos beruházás keretében megújul a Liszt-Ferenc tér, emellette a Liszt-Ferenc és a Luther tér közötti soron kiegészülve a Prométheusz parkkal, valamint az úgynevezett 160 lakásos épület és a Babits Mihály Kulturális Központ közötti terület, illetve a Luther tér, a Vosinszky és a Kölcsei lakótelep épületei közötti terek felújítása történik majd meg. A projekt megvalósítására 4 hónap áll rendelkezésre. Ez egy kollektív döntés volt, a képviselő testület és a közgyűlés egyértelműen foglalt ebbe állást, és mindenki nagyon elkötelezett, hogy határidőre, jó minőségben ezek a munkálatok elvégződjenek, és hát hosszú távon szolgálják Szekszárd lakosságának érdekeit. Az önkormányzat a területek előkészítését egyébként már megkezdte a köztéri padok, játszóterek leszerelésével, a Prométheusz parkban a kőburkolat felszedésével, valamint a meglévő és maradó növényzet védelmével. A munkálatok a tervek szerint július 17-én hétfőn indulnak.